Isti! Eneba, több mint 10 000 digitális címmel és folyamatosan bővülő palettával szolgáló digitális áruház. Hihetetlenül jó árak, általam és sokak mások által megbízhatóra tesztelve. Leírásban a link, menj rá, nézd szét! Isti kóddal 3% leesik. Na szevasztok srácok, itt a Tennis World Tour 2 videónkban, első videónkban. Ugye, az EO Tennis 1-ből már volt videónk anno, ahol is elkezdtük a Szala Isti karaktert karrier módban. Itt sem történt ez máshogy, viszont nem a teljes basicről kezdem, ugyanis már csináltam, már játszottam vele, hogy ne legyek full balfasz a játékhoz. Úgyhogy career. És akkor itt is van az István Szalai karakter. Természetesen hála Jósnak nem tölti be azt, amit itt látni kéne. Miért nincs ott a képem? Na minden, nem is értem, srácok, vannak bajok egyébként. Hasonló a szisztéma egyébként, mint az EO Tennisben, tehát konkrétan van itt 5 választás lehetőségem minden héten, vagy napon igazából válogatni. Vannak ilyen single tournamentek, double tournamentek, most éppen 2 single van, van exhibition, ahol általában nem kerül pénzbe ugye a jelentkezés, van tréning és van pihenő idő. Na most tényleg nem hiszem, hogy nem tudom a karakteremet megmutatni nektek. Na, így nézzünk ki, srácok. Szóval ebből a játékban egy kicsikét más a történet, ugyanis ezt a szettet, ezt a ruhaszettet, amit itt láttok, ezt ki kellett kicsikét, hogy mondjam úgy, grindolni. Tehát nem olcsók a dolgok egyáltalán, valamint a licenszelt ütők sem azok. Tehát, hogy egészen konkrétan belemegyünk, látjátok, hogy ilyen 3400-ról, meg 2500-ról körülbelül indulnak az ütők. Wilsonokkal kezdődünk, amivel nagyon örülök, mert mindig is Wilsont használtam anno is. Nagyon szeretem ezt a márkát. És ez ennyi. Persze vannak ilyen oktogon márkájú, ilyen kicsit ilyen Decathlon jellegű ilyen ütők is, amiknek szintén vannak különböző statisztikáik, ahogy a márkásoknak is. Annyi a különbség, hogy ezeket a fajtákat lehet külön customizolni, tehát te tudod ki tudod választani azt, hogy milyen legyen a markolata, milyen legyen a húr benne, a mit tudom én, minden szart. És akkor van olyan részleg, ugye, hogy szettek, tehát clothing sets, ez is olyan, nem lehet szétvariálni, ezeket így vannak előre megadva. Van itt ilyen Nick Kyrgiosos set, van ilyen Roger Federer set, van mindenféle set, amit csak akartok, ez a Federer set, szóval, hogy minden van. Ami jó pofa dolog, hogy egyből Nadallal indít, mert azért Nadalnak elég komoly dripje van szerintem most a tenisz game-ben, tehát ez nagyon jól néz ki. Nem feltétlenül az én fehér bőrömhöz, ilyen sötétebb kreol bőrhöz már jobban áll szerintem ez a rózsaszín fehér téma. Ez a kék sem jött be annyira, úgyhogy én végül is ennél a... És amúgy ezen gondolkoztam, hogy ez az a gatya, ez az a Nike gatya is, amit... Na bazd meg. Szóval ez az a Nike gatya is, amit Kyrgios használ. Hogy kell rotételni? L2, L2. Nyomom és nem történik semmi az ég egy világom. L2, R2. Nem rotételi egyáltalán, köszönöm szépen. Szóval ez jól néz ki, de valahogy mégsem voltam megelégedve, úgyhogy maradtam ennél a Kyle Edmund uniformnál. Szerintem ez ilyen letisztult és clean az egész, úgyhogy most így nézünk ki, srácok. A fejlődés is kicsikét máshogy néz ki, nincsen túl komplikálva, defense-re tudsz rakni, ötekre tudsz rakni, és a precision-re tudsz rakni, és ott látjátok külön-külön, hogy mi erősödik. Jelen pillanatban a staminánk, vagyis a endurance állóképesség az ilyen 47-es, 33-as erővel. Eléggé lent vagyunk még a békasegge alatt, 45-ös precíziónk van, 37-es fürgességünk, ami nagyon alacsony. Elképesztő sokszor nem érünk el labdákat, amiket el kellene érnünk. A tenyeresünk az 48-as, a fonákunk az 31-es, ahogy általában legtöbb embernél szokott lenni, hát mindig a fonák a gyengébb, nekem is mindig a fonák volt a gyengébb, úgyhogy ez nem van. A szervánk az csak egy 36-os, és a röptink az gyakorlatilag a legalacsonyabb érték a fonákkal egyetemben, az pedig egy 31-es szintén. Szóval van még hova fejlődni, az a gond, hogy nem én választom ki azt itt, hogy mire akarok fejlődni, mint az EO Tennis, de az viszont jobb volt, viszont játékmenet ügyileg szerintem ez jobb, mint az EO Tennis. Úgyhogy ez a helyzet, srácok. Nézzünk egy bajnokságot mondjuk, nézzünk egy bajnokságot, 125 a belépési pénz. Auckland, Új-Zéland egyébként a helyszínünk, és az első játékosunk ez a jamaikainak nem feltétlenül tűnő Christian Sterling nevű emberke, úgyhogy azt mondom, nézzünk egy ilyen kis bracketet, elég hosszú a bajnokság, úgyhogy srácok, megnézzük az egészet, nekem van egy olyan parám, hogy szerintem az első körben már kiesek, nem akarok így járni, de a bajnokságokban még nem igazán tudtam a második körnél tovább jutni. Az a helyzet ilyen pillanatban. Nagyon kíváncsi, hogy milyen lesz a visszajelzésetek erre a játékra, meg erre az egész videósorozatra, már hogyha ebből sorozat lehet.
Mert nekem ez jobban tetszik, mint az EO Tennis. Az EO Tennisben szerintem most nagyon túl van bonyolítva az ütés, meg az irányítása az ütésnek. Szóval sokan azt mondják, hogy az EO Tennis a jobbik játék, nem tudok dönteni. Itt vannak amúgy ilyen kártyák is ebben a játékban, ami komplett bullshitnek tartok. Ki is vettem a francba, évadonként ki lehet venni ezeket, hála a jó Istennek. Ilyen különböző dolgok, hogy megnyomod, és akkor na, akkor most izé jobban fog fáradni az ellenfél, meg ilyen hülyességek, úgyhogy ezt elengedjük nagyon gyorsan. Start match. Na, srácok, realistic length-en van a dolog, úgyhogy elmegy szinten teljes match hosszúságot fogunk nyomni. Na, mi szerválunk, gyerünk. Van egy jó kis rutinunk. Oké. Okay. És a skin van, bakker, hát nem hittem volna, na mindegy. Ki következő? És az is kim van. Jó van, kettő siba már a kezdéskor, nagyon jól kezdünk. Nem tudom, mit szarok el egyébként, lehet, hogy túlságosan kiküldöm a labdát, úgyhogy most próbáljunk egy ilyen biztonságiba, úgy. És egy nadálos hanggal, és ott is van, let's go. Normálon van a nehézség egyébként. Láttátok, hogy értékelésben egyel jobb az ellenfelünk elméleti szinten. Eléggé váratlan dolgokat tud csinálni egyébként az AI ebben a játékban, szóval arra gondolok, hogy egyik pillanatban nagyon bénán játszik, a másik pillanatban meg meglepően jól játszik, szóval ez az, nagyon jók vagyunk, most balra fogja. Nem! Kiüti! És elég sok unforced error, tehát ez a nem kiharcolt hibát vét egyébként a gép általában. Ezen a szinten, a normálon legalábbis. Ennél lehet még följebb menni sokkal. Egyelőre még a normálon találtuk meg magunkat. Így van, nagyon fontos az időzítés! És azt el is szarom, nem sikerül odaérni időbe. Nagyon fontos az időzítés, srácok, kétfajta ütés van. Mármint minden ütés típusban. Mindjárt mondom. Kiti. Így van. Szóval minden típus ütésben, ugye a sima lapos ütésben, a csavart ütésben, a topspin ütésben és a átívelő ütésben is, mindenben van egy olyan, ami biztonsági játszma, hogy csak megnyomod a gombot egy pillanatra, és akkor gyakorlatilag beüti. Vagy van az, amikor lenyomva tartod, és a megfelelő pillanatba engeded el, most csináljunk egy csavart szervát. Nem volt az csavart. Nem érek oda. Előnyolc. Vagy nem, bocsánat, dúsz. 40-44 dúsz van, nem szabad elengednünk egyébként az adogató játékunkat, úgyhogy bocsánat, hogy bekussolok egy kicsit. Bazd meg! Ne! Na és ilyenkor esélytelen vagyok odaérni, tehát olyan szinten elfáradott a labdajáték végére, hogy az elképesztő. De jó. Kimam, jó. Már látom, azért mondom, nagyon sokat hibázok. Egyébként ez jó, mert realisztikus, mert legalább kiüti. Meg néha beütik a hálóba, ilyesmi. Újra dúsz, na jó, gyerünk. Hozni kell. Nem bukhatjuk el az adogatásunkat. És, óha. Kin, jó. Ez az. Már csak egy pont kell, és megvan az első adogatás. Nagyon fontos az első gémet megnyerni, amikor te adogatsz, hogyha ott elbukod az adogatásnál a gémeled, akkor gyakorlatilag a set a halálra is van ítélve. De jó. És most, aha. Bal szél. Bazzeg, nem jó, bal szélre fog, és jobb szélre. És ilyenkor nem tudsz visszafutni, tehát olyan sok időt vesz igénybe, míg összeszedi magát. Ugye az hihetetlen, srácok, úgyhogy azért mondom, sokat kell még fejlődni, hogy itt labdába akarj rúgni. Ezeket a saját adogatásokat simán hozni kéne. Az a helyzet. És balra adjuk. Oké. Okay. Ki lehet választani... Kint, jó. Ki lehet választani természetesen a nyögést, hogy milyen nyögést szeretnél magadnak. Nagyon vicces. Úristen, mekkora szerva! Jobbra ki! Wow! Úristen, mekkora slam! Hát figyelj! De nem is értem, hogy csak úgy tudta vissza. Úristen, boom! Esélytelen, és 3 perce megy a meccs. Na, ez szép lezárása volt ennek a négynek, bár negyednek, kosárdába gondolkozok ennek a gémnek. Bár, megmondom őszintén, azért az már vicces, hogy már azért szenvedik, hogy a saját adogatásomat hozzam. Na, nézzük.
Igen. Bööö! Igen, aki egy kicsikét avatott a fülű, meg aki tenisz szokott nézni, az hallja, hogy ez a Nadal hang. Ennél a karakternél, tehát az én a... Elég sűrűn használják amúgy különböző aikhoz a Nadal hangot ebben a játékban. Úristen! Nekem természetesen a Nick Kyrgios hang van berakva. Aki sajnos idén a Wimbledontól elég hamar kellett, hogy búcsúzzon. Azt hiszem, hogy hasizom fájdalmak miatt, valami ilyesmi miatt. Na de mindegy, is 15-15. Ha el tudjuk venni az adogatásot, akkor jók vagyunk. Mi a fasz? Lett! Háló, ilyenkor új szerva. Ilyenkor azt mondom, az első szerva szervalodik újra. Úristen, nagyon rég tenisztem már, srácok. Vannak bajok. De néha meg olyanokat üt amúgy, hogy elképzelhetett, hogy brutálisan néha miket tud, meg tud lepni. Ezért jó az a játék, nekem ezért tetszik egyébként jobban, mint az EO tenisz, mert több meglepetés van benne valahogy. Az nagyon jó. És bal! És jobbra kell... Out! Szóval néha mázli, egyszer sokat hibáznak. 30-30. Csak úgy mellékesen közlöm, srácok. Szép volt. Nagyon meg kell válogatni, mikor melyik ütésformához nyúlsz. Nagyon meg kell válogatni. Iszonyatosan meg kell válogatni. Kint. Nem. Hova ütöttem? Te jó, nem is láttam. Jó, hát ezt buktuk. Át akartam már ívelni amúgy fölötte. Úristen! Azért grafikailag nincs a toppon a játék. Hova ütöttem? Ezt... Aha! Hát... Érdekes. Kicsit kiukadt az az ütő. Na nem baj, most hozzuk simán az adogatásunkat. Kénytelenek leszünk, ha meccsben akarunk maradni. Ú, bazd meg. Kim van. Kim van, basszus, valamikor a vége fele, tehát elkezdek egy idő után már nem annyira tudni figyelni az ütemre. Na nézd meg, már össze-vissza ütök. Most jó. Az kim van. Nincs! Ja, hogy... Bent volt az, hülye! Bent volt az. Próbálta, mekkora mászni amúgy, próbálta meg challenge-elni a döntés. Bár nem hallottam úgy, hogy autót mondott volna, de mindegy. Baszd meg! Az a baj, úristen! Az a baj, hogy már oda mentem, nagyon a snapping, vagy nem tudom, hogy hívjam. Tudjátok, amikor elindul az animáció, hogy beleáll, de még futsz oda, az néha különböző, de néha más. És most is az történt, hogy húztam balra, ugye már láttam, hogy elkezd az animációt, és jobbra elkezdtem húzni az analóg kart, hogy majd jobbra akarom adni a labdát. És erre elkezdett visszafutni. Tehát vannak ilyenekbe, bele tudsz azért kerülni. Ú, bazd meg, olyan return-öket adnak néha. Na most el fogom bukni az adogatásomat konkrétan. Nézd meg, nem... Azért mondom, hogy tudnak meglepetést okozni. Kettő, egy. Sajnos az adogatásunkat buktuk. Nem egy jó dolog, nem baj, meg fogjuk elvenni az övét. Nagy, sok esélyünk van rá. Nézzek, ezt úgy visszaadja. Ha? Ha? Szétaláz. Szétaláz konkrétan. Az történik. Nem baj, nem adjuk fel, nem adjuk fel. Úgyis két szettet kell nyerni, elvileg. Az jó. Nézzük, akkora bombát ad vissza, bazd meg! És azt... Olyan helyzetből tudja magát visszahozni néha, hogy így... Amiből amúgy már nem kéne tudjon támadni, ha csak nem éppen egy... Novák Djokovicnak hívják az illetőt, mondjuk. De mindegy. Meg azt, hogy úgy megtámadja, figyelj, és így...
Na, a végre, azért mondom, hogy a hibák is amúgy viszont jól vannak csinálva, tehát hogy nem... Attól függ, milyen játékos ellen játszol, van, aki frekventáltabban hibázik. Ő az elején hibázott többet, most meg elkezdett nem annyira, tehát hogy így összeszedik magukat, azért ez jó, hogy... Ez úgy dinamikus. Nézd meg, olyan bombát basz be, és simán elveszi ezt a easy game-et is, úgyhogy... Szar helyzetbe kerülünk. Na, nem baj. Out. Jó. Hibázzál csak. Szóval a hálóhoz nem annyira szeretek menni, így röptézni, vagy ilyesmi. Nézd meg. Probléma nélkül tulajdonképpen hozza. 3-1. Tehát, hogy ennél erősebb, meg ennél jobb szervát nem is tudok adni amúgy. Nézd meg! Perfect volt az időzítésem. Perfect volt, tökéletesen balszére ment. Oda megy, azt úgy bebombázza, hogy csak nézek. Tehát, hogy van, ilyen problémáim vannak még a karaktereiként, hogy nem... Az a bajom ezzel a karrierrel, csak hogy itt nem tudsz arra fejlődni, amire akarsz. Hanem random bedob valamit, aztán kapsz 1000 XP-t, aztán utána így külön azt a három cuccot tudod megváltoztatni, és el se érem, bazd meg. Az három dolog közül az attack, defense, meg precision közül tudsz válogatni, ennyi. És nincs más opció, tehát ezek a lehetőségek vannak, és akkor az meg majd befolyásolja, ahogy majd befolyásolja. 4-1. Az EO teniszben ez például jobban tetszett. Perfect. Ezt úgy megbombázza. Nézd meg, és... Tehát, hogy... Nem tudom, nekem... Az ilyen tornamenteken mindig ez történik, hogy egyszer nem tudok nyerni. Lehet, hogy még nem elég erős a karakter, vagy nem tudom pontosan mi történik, de mindenki gyorsabbnak tűnik nálam. Nézd meg, ott is ott van, az boom. Azt a kurva baszdmeg, hát... Na és erről beszélek, hogy hiába nyom a sprint gombot, nem érem el a labdákat egyszerűen. Lassú vagyok nagyon. Pedig már 6-os szinten vagyok. És tudjátok mi azt a legviccesebb, mutatom? Na az! Na jó van, most már azért... Legyen egyszer nekem is gyereknap, jó? Legyen az, amit te nem adsz vissza, mert ezek mindent visszaadnak, srácok, tehát... És nem tudom, mi lenne a megfelelő... Taktika tényleg, hogy... Az, hogy... És ilyenkor nem is fut tovább! Ja Istenem! Megint 40-15, pedig tudom előre mit fog csinálni. Nagyon jól tudom mit fog csinálni előre. Ennyi. 5-1. Nézd meg, ki van húzva a csávó, és visszajön, és ennyi. És most ő irányít, kész, ennyi. Ennyi. Jaj, anyám borogas. Ezért mondom, bajnokságokban még úgy annyira nem. Van helyünk szerintem. Utána is oda se érek. Inkább viszont az exhibitionök meg már túl könnyűek. Tehát hogy most így... Ó, Isten, mekkora! Jó van, összeegyük mi. Hát ezt a setet ezt már elengedtük. De kettő setet kell nyernie. Úgyhogy még nincs vége. Bazd meg. Jó. Na, az első szett az övé. Ha jól látom, vagy most nem is értem, ez most mi. Na most bekeményítünk, srácok. Nem tudunk jobbat. Ah! Na azért!
Let's go! Ez a set ez kell, különben kiesünk a meccsből teljesen. Meg a bajnokságból is nyilván. Érte! Ó, Istenem! Már ilyen hullafáradt vagyok amúgy, jól látom? Hát jó, elég elfáradtunk, azért mondom, valószínűleg nagy volt a fáradtság, ezt nem néztem meg sajnos. Na hát ez fasza, jó van. De jó. De miért? Oh, Istenem, de béna vagyok. Jó, nem baj. El kell venni az adogatást, el kell venni. Úristen, mekkora! Ha? Ha? Istenem. Pedig abból már nyerni kellett volna a gémet. Abból már nyerni kellett volna. Ja, Istenem. Hát, hogyha ez átjött volna, akkor nem tudtuk volna visszaadni. Ezt most mondom előre, tehát, hogy... Ez nem lett volna visszaadva. Mhm. Too late, persze. Persze. Kényelmesen. Azt azért nézzük csak meg. Kint volt az! Kint volt az. Jól láttam én azt. Nem volt az annyira biztos. Jó van. Még van esély. A szar. Kettős hibát. Tudom, hogy akkor... Ah, kész, teljesen elfogyott az energiánk, de az övé is amúgy. De neki még tele volt, bassz, meg majdnem. Mi a fasz? Hogy van ez? Bum! És eléri, bassz, meg nézzük, erről beszélek, hogy eléri. Ha? Azaz! 40-40! Hú! Ezt a kurva. És most mitől van annyi energiánk? Bekaptunk egy csokit, vagy valami. Ú, bazd meg, aha. Jó. 167 km per órás állsz. Én ilyen 140-eket ütök kb. Amúgy. Vagy nem is tudom, nem figyeltem. Jó. Ezt hozni kell, ha már kihoztuk dúszra az adogatását, ezt hozni kell. Üt egy akkora keresztet, bazd meg, hogy ide lacháza. És nem, de olyan érzés a karakterem, srácok, mint én voltam 147 kilósan, bazd meg. De konkrétan mondom. Tehát, hogy... Na mindegy. Jó van, hát az olyan adogatása volt, azért nem annyira kellemetlen. Wow. Aha, esélytelen, jó van. 154 km per órás szerváltottam. Jó lett volna valaha is ilyet adni élőben. És ezek olyan return-öket ad, bazd meg! Oké, hogy nem Nick Kyrgios szervákat passzok oda neki, de akkor is. Most! Szar. Nézzük csak vissza. Na, azt, hogy kim volt az, de hát miért ne? Ó, bőven! Na jó. 0-30. Nevetséges, tényleg nevetséges, srácok. Nézd meg! Ha akarnám, se érném el! Egyszerűen fizikai képtelenség elérni a return-öket. Értitek? Fizikai képtelenség elérni a return-öket. Amiket ez a csávó bebombáz, de tényleg az. Én nyomom a gombot, meg minden, de nem éri el. Egyszerűen nem éri el a dolgot. Csúfos kiszopás ez így már az első videóba. Ne? Na, következőt megmutatom nektek egy exhibition-t is. Ennek perfect, bazd meg a izé. Jó, out. Tehát perfect az ütés, érted? A legerősebb ütés, amit be tudok adni, és olyan úgy visszaadja, mint hogyha így nem is tudom, ilyen tinitangli bózkodási ütés lett volna így.
Balatonparton, meg a vízben ütögetném a labdát, kb. Olyan feelingje van. Balos! Ha? Ott is van out! Ez az, végre már pont! Na, hogy meglepjük itt még őt a csávót, így a vége fele. Benne van a pakliban. De szar. Jobbos. Ez kín van, nem? Bőven kín van ez az! Fonákjára kell játszani. Az a baj, nem résztezi, hogy melyik mi. Amúgy az úgy jó, hogy ő hogy játszik, de... Ja, a fonákra kéne játszani neki, basszus. Erre én nem is gondoltam. Aha. Fonákra. Ja. Jó van. Fonákkal a kisköcsög. De hát ez nem. Jó van, akkor bazd meg. Hú, de szép gyerek vagy te is. Szebb a napnál. Szebb, mint én. Ó! Az hatalmas ütés volt. Azt nem is lehet mondani, az nagyon szép volt. Nem tudom, ez is olyan érdekes, hogy valamikor néha eléri, van amikor nem. Majd amikor olyat ér el, hogy már azt nézném, hogy az már úgy vége is van. Úristen, az a közönség is bazzeg. Na? Na, esélytelen. Esélytelen elérni. Az mekkora? Úristen! Nagyon üresen hagyta. Oké. Aha. Kint! Kint van! Let's go! Végre nyertünk egy gémet, már megint mióta. És most van egy adogatásunk, amit hozni kéne. Na? Nézzük csak meg vissza! Szerintem azért hozzáért a vonalhoz. Nem. Bőven nem. Még egy van elvileg, ja. Jó van. Azt a kurva. Hát a világomat nem tudom. Na, ugyan már bazd meg. Olyan bombákat bazd be. És nem érem el, figyelj. Jobbra. És bazd meg. Ne érd el. Áút, így van. 15-40, innen szép felállni. Nem is kell kimennie amúgy balra érte, semmi. Olyan, és ennyi volt, buktam az adogatásomat természetesen, jól van. A rohadt életbe, bazd meg. Nagyon szaradt szervánk sajnos még. Jó. Hát én azt megkérdeztem volna. De mindegy. Oké. Kellemetlen.
Túl lejt, bazd meg. Ne? Akkorákat tud ütni. Semmi energiája nincs a palinak, de... Na mindegy. Ott van! Végre egy szép return, már nekünk is kijár. De ezt most éppen miért nem tudta elérni? Ne kérdezzétek meg. Ugyanolyan perfect top speed shot volt, bazd meg. Too soon. Kint van! Így van! 30-30! Muszáj meccsben maradnunk, srácok. Muszáj meccsben maradni. De szép lenne innen felállni. De szép lenne innen felállni, basszus. De ne érd már el, bazd meg. Úgy is van! 40-30. Jönnek már hibák. 30-40, bocsánat. Jönnek már hibák nála is. És hát, hogy felbúsztolódtam energiába. Bazd meg! De már hull a fáradt, srácok! Hull a fáradt, meg lett mozgatva, össze-vissza. És nem esik neki, nincs problémája belőle egyáltalán, semmi. Beéri, azt kész. Nézd meg, az is egy perfect shot, és bazd meg, kész. El is tudom érni a return-t. Furcsa nekem nagyon ez, ezt most muszáj hozni, srácok, muszáj. Azt a kurva, bazd meg. Bazd meg. De mi a... Nem. Túl korai. Úristen, mekkora rally. Ez az! Hú! Mekkora labdajáték, te jószag úristen! Azt a kurva, bazd meg! Ez... Fú, bazd meg! Ó, Istenem! Egy fanször méltő szőrszálon lógunk a meccsben, basszus. Á! Esélytelen. Esélytelen visszaadni. Oké. Okay. 167 km per óra. Hol csak én akkorát? Nyomtam a gombot, de mindegy. Na erről beszélek, hogy néha azért az érzékelés az... Most nem akarom valamire fogni mindenképpen, ne értsétek félre. De látjátok, hogy ugyanúgy csinálok mindent, és legtöbbször el tudom érni. Most meg jön a labda, bazd meg, nyom a gombot időben. És így semmi, nem is reagál rá. Azért ez nagyon bosszantó tud lenni amúgy ilyenkor. Az a baj, hogy a teniszjátékokból EO tenisz meg ez van. Ezeken kívül nagyon más nincs. Topspin az már nem játszik. Out! Hatalmas nagy out. Úgy kiütötted, babám. Rossz volt nézni. Pff, ez egy akkora egyenes return-t. Fejem leszakadt tőle. Na gyere följebb, bazd meg, mert... Out, úgy van. Nem nagyon ért, nem nagyon tapasztalom még egyre azt, hogy most lehet, hogy a fonákja erősebb? Megpróbálok tenyeresre adni neki akkor. Az megint túl korai. Á! Faszom. Persze, szóljál bele, hogy ez a szar már megint merül. Ha Istenem, srácok, ez is olyan gyorsan lemerül. Oké. Okay. Jó van, akkor most tudom, mit nyomok már. Jó van, akkor fasza. Buktuk a meccset. Nem is ártatom magam, innentől már esélytelenek sem vagyunk. Persze, nem adom fel. De...
Nézzek, azt is eléri, és bombáz egy olyat, hogy mozognom kell, és nem tudok... Áú, tehát Mázli, hogy kiütötte csak. De nem nagyon tudok rájönni, hogy mi az, ami neki effektíve szarú megy. Mi az, ami neki nem megy. Nem jövök rá. Ah. Az is kim van. Én most még elkezd hibázni. Érdekes. Felettébe érdekes. És az a baj, hogy majd mindjárt mondom, mit akarok még hozzáfűzni gondolatban. Mekkora. Nézd meg, perfect shotok, bazd meg, és elér mindent. Out! Mindent elér a pali. Az is kín van. Most meg végighibázza. A... Hihetetlen. Ez a game lett volna neki gyakorlatilag a meccs nyerő game lehetett volna. Nem mondjátok, hogy most kezdem el megnyerni. És eléri, bazd meg. Ilyenkor nem tudom, hogy mi lenne a tökéletes időzítés. Szóval azt akartam még mondani ugye, hogy mondtam ugye, hogy kettőfajta ütés lehetőség van mindkét, minden ütés fajtából. Van a charged ütés, meg a sima. Most a sima ütésnek semmi értelme nincsen, srácok, mert egészen konkrétan mutatom nektek, jó? Tehát, hogy itt van, ez egy sima ütés, tessék. Az a kezébe adja konkrétan. De és most még nem hibázik, mert ezen kezdtem el kattogni, és meccslabdája van természetesen ebben a pillanatban. Ezen kezdtem el kattogni, hogy biztos azért fáradok el én hamarabb, mert ugye a stamina úgy látom, hogy labdajátékokon belül csökken. Mert hogy én mindent charge-ból adok, de hát hogyha nem charge-ból adom, akkor nem tudom jobban irányítani a labdát. Ergo... Nézd meg! Tessék most... Tessék most... Tehát mindegy vesztettünk, tehát ez sejtető volt. Az a lényeg, hogyha ezt a csak a biztos, csak a pillanatra megnyomod a gombot, akkor gyakorlatilag mindent középre ad be. És te nyomhatod balra-jobbra, nem fogja nagyon szélre húzni, pont az a lényege a feltöltött, a charge ütésnek, mert az a precízebb történet. De hogyha meg nem olyat adsz, akkor ő meg széttámadja az agyadat. Azért nem tudom, hogy mit cseszek el. Mindegy 6-1-6-2-re kiszoptam. 24 darab kiharcolatlan hibája volt. Nem kiharcolt hibája volt. 24 darab. Ettől kettő ásza volt ugye. Viszont sokkal jobban ment neki egyszerűen a játék. Úgyhogy ez van, srácok. Ilyen jelenleg a Tennis World Tour 2. Viszont így is, ezt akartam még mondani, ez a kedvencem, hogy megéri ezekbe becsatlakozni, ezekbe a tornamentekbe is, mert nem tudom mennyi volt a belépő 250 körül, és 2260-at nyertem, tehát hogy az, hogy az első körbe kiestem, csak mondom. Tehát, hogy megéri. Ennyi, kiestünk, kész, ennyi. És amúgy nem vagyunk nagyon fáradtak, most 2%-os a fáradtság egyébként, konkrétan. Contract. Ez mit jelent? Negotiate a contract for extra money. Cost money received. Nyomjuk. Új szerződést írtunk alá, nagyon jó. Tournament prize money increased by 8%. Van ilyen. Ugye most egy olyan agentem van, ami azt csinálja, hogy 4%-kal több pénzt kapok összesen, és van egy olyan, hogy 8%-kal több pénzt kapjak a bajnokságokon, úgyhogy rámegyek arra, hogy kérek egy új ügynöki történet. Így működik ez, és ennyi srácok az egész nagyjából. A tréning az olyan, amilyen, az nem annyira jó. És mondom, a fejlődés, most éppen nincsen fejlesztési pontunk, annyi, hogy tényleg itt ezeken tudok állítgatni, hogy ötekre, defense-re vagy precision-re rakok. Ennyi. És akkor utána azzal fejlődik minden más is. De mondom, a tréning, az is olyan itt például, hogy annyi az egész, hogy 1000 XP-t kapsz a végén. Ami jó dolog, mert akkor ugye ott van az XP, hogy szintlépésekért ott jár, és minden szintlépéskor kapsz egy pontot, amit el tudsz költeni erre a cuccra. Úgyhogy srácok, ez a World Tennis 2. Játékmechanizmusban nekem jobban tetszik, mint az EO Tennis, viszont lehetséges, hogy... Mert szeretnék mindenképpen majd teniszes játék tartalmat a csatornára. Nagyon régóta szeretnék, ez egy ilyen álmom. Tudom, hogy nem érdekel sok embert, de mégis why not. Viszont amit még csinálok, vegyünk egy új ütőt. Vegyünk egy új ütőt, mert az ütők is számítanak nagyon, ugye? Power gyanánt, mondjuk az egy jót dob rajta. Viszont a szerva szarab vele.
Mindenképpen valami Wilson. Szerva, ez a 49-es. Precízió az rosszabb. Viszont minden más ugye eléggé megdobódik 4500-ért. Úgyhogy megvesszük ezt az ütőt, mert igazából én nem akarok másra költeni. Tehát mire tudsz még költeni? Különböző kiegészítőkre, de a ruhaszethez nem tudsz külön kiegészítőt venni, és én mindenképpen ilyen márkás ruhaszetet akarok. Ki a szar akarna amúgy ilyen ruhákkal nyomulni? Most őszintén, most komolyan kérdem, nem is értem, hogyha ezek itt vannak, tehát hogyha vannak ilyen ruhaszettek összeállítva, akkor már ki a franc akarna ilyen húgyos szarokat felvenni külön? Esélytelen, meg azok a cipők, srácok, ez mi? Mi ez a túracipő? Szörnyűek, hát maga is látja, nézd, hogy néznek ki, botrányosak. Úgyhogy mindenféleképpen, ezek a ruhák nem adnak plusz semmit egyébként, ezek csak dizájnok amúgy, egyébként jól néz ki az ASICS-es verzió is. De maradjunk az ütőnél, amit beszéltünk, ennél az ütőnél. Röptézni úgyse röptézek, viszont minden más feljebb megy. Viszont az is kérdés, hogy mihez képest, ugye most ahhoz képest, amin van az előző, vagy mihez képest? Endurance, agility. Aha. Hú, basszus, nem olyan egyszerű döntés ez amúgy, tehát például... Ennél sokkal jobb az agility amúgy. Nekem az agility egy rakás szar. Csak ez meg milyen ütő? Ez egy ilyen semmilyen, ilyen... Nincs is rajta grip, olyan, nem is tudna rajta grip. Valahogy engem, maradjunk ennél a feketénél mondjuk. Igaz, az agility ugyanúgy 32 marad, de szar! Legalább 46 legyen már, de az a baj, bazzik, ez egy ilyen fos ütő. Még az agility lejjebb megy. Úgy, ez 48, a babolat az már 48-szal lerakná az agility-t. 14-es szinten, hát mikor fogom ezt? Yonex is van ugye, van itt mindenféle amúgy faszosság, csak... Minden most legyen ez, mert az ugly team az nagyon szar, úgyhogy megveszük ezt a no-name ütőt, nem is értem, mit keresem ugye a license drekitek között. License Safin Pro 1055. Jó van, most tudom mi az. Úgyhogy minden esetre ezzel most így jobb az értékünk elméleti szinten. Igen, az ugly team 46-os lett, úgyhogy lehet, hogy ezzel kicsit jobbak leszünk. Hogyha tetszett nektek ez a videó, lájkoljátok, az alapján érkezik a következő rész. Legközelebb egy exhibition fogunk megnézni, ahol sokkal nagyobb eséllyel indulunk neki. Remélem, hogy élveztétek, sziasztok, élet az out! Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á